Hetedik éve adományoznak a gazdák búzát a rászoruló gyerekeknek. Csongrád megyében 14 tonna termést gyűjtöttek idén össze, ebből készült 8 tonna liszt, amit ma adtak át a kedvezményezett civil szervezeteknek. Az Ágot alapítványnak 4,5 tonnát, a Lét alapítványnak 2,5 tonnát, a Ferenceseknek pedig 950 kilót. És hát ezt a liszt, illetve hát ezt a búzát ugye 12 gazdakör, 9 társas vállalkozás, 32 magánszemély és 5 önkormányzat adta össze. A ferencesek örömmel fogadták az adományokat, azt mondják, jó helyre kerül a liszt és az abból készült étel. Alsóvároson és környékén nagyon sok elszegényedett, sok esetben hajléktalan családot látunk el meleg vacsorával, és ez az adomány ez nagyon sokat segít abban, hogy a szegény családokhoz eljutva a karácsonyi ünnepi asztalra sütemény kerülhet, és ez nagyon közösséget formál, formálunk ezzel az adománnyal is. Az Ágota Alapítvány évek óta jó kapcsolatban van az Agrárkamarával, rendszeresen támogatottjai a Magyarok Kenyere programnak. Olyan a játszóházunkban bejáró hátrányos helyzetű gyermekek és az ő családjaik, valamint a velünk szimbiotikusan együttműködő Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató gyermek és lakásotthonai, illetve a nevelőszülő családjaink tagsága kapja majd meg ezt a 4,5 tonna felajánlást. Az esetek legtöbbében mi magunk szállítjuk ki, főleg a gyermek és lakásotthonok, nevelőszülői tanácsadói körzetek, illetve az ide a játszóházunkba betérő gyermekek és családjaik pedig vihetik el. A támogatottak között volt még a lakótelepi emberek érdekképviseleti társulása is, akik 2,5 tonna lisztet oszthatnak szét a nélkülözők között.